Én a szüleimnek a sírját már 40 év óta fizetem. Mennyit fizetsz én? Hát egyszer lejárt 25 év után, utána újból nem tudom, hogy kellett fizetni. Én Tolikonban. Én meg a Vitikon. Vitikon. 99-ben. Nekem is szeretnek. Nekem írták, hogyha meg akarom hosszabbítani. Fizetek tovább. Több is év körülötte fizették mindet. De én minden évben fizetek még valamit, nem tudom, mennyit valami 300 frontot. Honnan? Hogy ápolják a sírt. Csak hát én is. Pászok kiárat az évben, csak fizet kiárat, vagy minden. Melyik temetőben? Tolikonban. Okay. Komolyan gondoltátok, hogy nekem a visszak egyet papíron ott látok ide? Azt most nem is fogjuk mondani. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, együttérző szívvel állunk itt, testvérünk koporsójánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szentlélek vigasztalását. Gyakorlatilag mindenki tud magyarul. Egy biztos, nem? A második oldalon találunk válaszos éneket. Látjátok, testvérek, ennyi az élet,
zárul földi pályám, immár sírba térek. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek. Jó atyám, teremtőm, Istenem, visszahívtál, hozzád vágyik lelkem. Nagy hatalmat élt, hódolat illet téged, atyai kezed a bajban óvott védett. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek. Szent Fia Istennek, áldott Krisztusom, végső szavam színed elé jusson. Ki meghaltál értem keresztfádon, égi hazámat tőled hittel várom. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek. Szent lélek, Úristen, mindig a jóra hívtál, most se hagyj el, mikor rám a megnyílt sír vár. Oly sokszor vigasztaltál, gond van vészben, üdvösségemet ma tőled újból kérem. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek. Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek, engedd örök fényét látnom fenn a mennynek. Hadd dicsőíthessem ott a háromság egy Isten, köszönve oltalmat, létet, halált, mindent. Látjátok, testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek. Szentírási olvasmányt a Prédikátor könyvéből halljuk. Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölelésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje van a sírásnak, ideje a nevetésnek, ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek, ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét. Úgy láttam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis minnyájan, akik esznek, isznak és fáradtságuk mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett már. És Isten megújítja azt, ami elmúlt. Ez az Istennek.
talán ritkán halljuk ezt a részt. És talán nem is mindenkinek ugyanaz a gondolat üti meg a fülét. Azt emelném ki, amit mondott a prédikátor, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy gyönyörködjön, amíg az élete tart. Megtanulni, gyönyörködni sok mindenben, vagy hálás szívvel élni, kicsit optimistának lenni, nem tehet jobbat az ember. Én úgy éreztem, hogy Zsuzsanna testvérünk ilyen volt, optimista, mosolygós. Adja a Jóisten, hogy az ő öröme, ami volt az életben, persze nem csak azok voltak, de az folytatódik. Urunk Jézus Krisztus, te 3 napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nem csak a test temetése, hanem a feltámadás reményének növelése is. Hadd, hogy Zsuzsanna testvérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon megláthassa, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzunk lelke üdvéért, Tibeten Pürzi, én Pátemuszek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Istenünk, ahogy mennyei áldásoddal megáldott a Zsuzsanna testvérünket, úgy maradj vele, megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljön az utolsó napon. A mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének szentjele legyen rajtad, e jelben váltott meg téged a megváltó, e jelben van üdvösségünk. Porból lettél és visszatérsz a porba, de Isten feltámaszt téged az utolsó napon.
szegény Lázárról, életed legyen mindörökké. Szervusz, csillagom!
Istentiszteletet, és utána... Hangom, hogy hallják, hogy tudják.